szeressétek egymást, és tiszteljétek meg. Ezt a színdarabot létrehoztam 2019-ben, november 23-án pont itt a Gödöllői Királyi Kastélyban, a Királyi Színházban volt a bemutatója. Olyan nagy siker lett, hogy mi rögtön tovább vittük ezt határon túlra is. 4 helységben voltunk, a Párciumban is és Erdélyben is voltunk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te. Az 5 sarok, hogy mibe kell kapaszkodnunk. Az egyik az Isten hit, tehát az egész darabban végig ott van az Istenben való hite. A második a család, a harmadik volt a hazafiasság, a nemzet. A negyedik az anyaföld, az ötödik pedig a közösség. Igen, akkor csináljuk meg egészen odáig is a potalommal. Hogy minél több emberhez elérjen ez az üzenet, ezeket az értékeket, hogy közvetítsük. Így jött a gondolat, hogy ezt szeretnénk megfilmesíteni. Jó. Igen, ezt fogok a sovarakom le, mert ezt már nem tudom. A székre? Batthyány Lajos és Zicsi Antónia lemondtak a saját jólétükről azért, hogy a nemzetnek, a magyar népnek jobb legyen. Mind a kettő egy hős, és nem csak hős, hanem egy példaértékű ember. Az előadásban én játszom Zicsi Antóniát, és nagyon szeretem Tonit, akinek ez a beceneve, mert azt gondolom, hogy a korát megelőzte azzal, hogy nem csak feleség volt, és ugye több gyerekes anyuka, hanem az a tisztelete és szeretete, tehát ezt nagyon-nagyon ápolta, és azt tudom, hogy a testvérével ők a híres Zicsi lányok voltak, tehát nem csak az, hogy szép lányok, hanem ő egy nagyon értelmes nő volt. Ugyanott, ahol jöttem? Igen. Igen, jó. Ő csinált Batthyány Lajosból miniszterelnököt, mivel a társadalmi elitben ő egy meghatározó, kemény asszony volt, hatással volt döntéshozókra. A Toni, szeressétek egymást és tiszteljétek atyátok emlékét című színdarabnak az alapja egy kutatás volt a Széchenyi Könyvtárban, és ott kezembe került E. Román Katalin Batthyány Lajos emlékezete című könyve. Az alapja ennek a színdarabnak a levelezés. Gróf Zicsi Antónia és gróf Batthyány Lajos levelezésének nagyon fontos üzenete van. Sokszor olvasunk, mint hogyha egy naplóból olvasnánk. E levelét ereklyeként őrzöm és gyakran újraolvasom. Ebbe a könyvbe tettem és többször lemásoltattam gyermekeim és a családi archívumunk számára, az eredetit pedig kívánom, hogy a koporsomba tegyék. Ezek az ő szavai, hogy élte meg ezt az egész történetet, amíg a férjét tulajdonképpen a haláláig kísérte, és ment tüzönvizen át. Ennek ez arról szólt, hogy a nézők megkapcsolódnak. Én fejezem be, amikor már Zicsi Antónia idős, és nagyon boldogan csinálom ezt, mert ez olyan fontos, ez olyan üzenet, hogy hogy gondolkoztak a nők, hogy segítették a férjüket. Azt hiszem, ez mindig aktuális és jó nekünk a 21. században ezekről a kemény, erős asszonyokról tudni. Az volt a célom ezzel a színdarabbal, hogy egy olyan asszonynak, bátor magyar asszonynak emléket állítani, aki nem adta fel, és pont a színdarab bemutatja azt, hogy mibe kapaszkodik, és hogy mi az, ami neki erőt ad ahhoz, hogy megpróbálja megmenteni a férjét, a családját és a magyar nemzetet. Erdélyi turnén például Kolozsváron idősebbek voltak, ők a végén nagyon sírtak. Tusnád fürdőn pedig egy nagyon fiatal közönség volt, mert ott van egy ilyen gyerek otthon. Az volt a csodálatos, hogy az elején ugyan nagy zsibongás, és aztán így egész végig szinte kommentálták, de úgy a darabot, hogy jó, és most hova megy, és mit pakol el, és most lőttek, jaj, tehát hogy mint egy mesét úgy fogadták, de végig figyeltek, és nagyon tetszett nekik. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez a két ellentét, hogy az idősebbeket és a fiatalokat is megszólítja, hogy az annyira jó. A Batthyány családnak, meg hát eleve az alapítványunknak is a jelmondata a fidelitate et fortitudine, hogy hűséggel és bátorsággal. És mind a két hősre is igaz, de ez, ha lehet mondani, egy kicsit rám is, vagy az alapítványunkra, mert én úgy kerültem én ebbe bele, ebbe a színházi művészi világba, hogy fogalmam sem volt, hogy ez hogy működik. Ott fogok bejönni, szépen odaállok, lerakom a könyvet,
és utána pedig szépen ugyanúgy azon az oldalon kimegyek, és menjek le a lépcsőn? Tehát ilyet csináltok, ilyen hangot? Az az igazság, hogy lemehetsz, de mi majd úgy megvágjuk, hogy úgyis más-más kamerával. Igen. Batyányi Margóval a Hit Haza Karantén című filmem forgatásán találkoztunk, amikor is együtt énekeltünk egy nagyon szép zsoltárt. Ekkor kért fel Margó arra, hogy a Tony című színdarabot forgassuk le. Itt a Gödöllői Kastélyban a Barokk Színház teremben folyik az előadás, fantasztikus színészekkel és nagyon, nagyon ügyes stábtagokkal. Remélem, hogy a vége, maga az alkotás is fantasztikus lesz, és így tudunk majd tisztelegni a Batthyány család előtt. Az a lényeg, hogy a tartást, a tisztességet hogy lehet megőrizni a történelem minden viharos helyzetében. Ez az üzenet, ami mindig szól a mához is.